Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai vendégemmel már itt előtte beszélgettünk, és azt mondtuk, hogy a mai témánk némiképpen réteg műfaj, zenéről beszélgetünk, mégpedig a jazzről. És valóban így van, ugyanakkor, ha belegondolunk, legalábbis itt Székesfehérváron, akár a Muck Feriéket idézzük meg, vagy a Fehérvári Jazz Fesztivált, az Alba Régia Jazz Fesztivál az elődjét is. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus, közönségvonzó fiatalok, kevésbé fiatalok, de mindenképpen fantasztikus zenészek jöttek össze. Tehát igenis van értelme és lehetőség a jazzről beszélgetni, főleg veled, akinek van egy küldetése, hiszen most azért jöttünk, hiszen méltatlanul keveset foglalkoztunk mindez idáig azzal, hogy az Öreghegyi Közösségi Házban olyan fantasztikus jazzkoncertek voltak, vannak és lesznek, hogy azt hiszem, hogy ez szót érdemel. És erről fogunk beszélgetni, de előtte azért szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szervusz. Hosszú monológ után. Azt írtuk, hogy házigazda. Ez valamelyest igaz, az Öreghegyi Közösségi Házban a koncertszervezés ugye ebben az értelemben a te feladatod. Viszont, hogy valaki hogy jut el a jazz olyan szintű szeretetéig hozzáértőként, hogy ez, ha nem is a mindennapjait, de igazi ünnep jelent számára mindig, azt jó lenne tudnunk. Tehát hogy fertőzött meg a jazz? Hogy kezdődött ez az egész? Pont így van, amit említettél, a fehérvári jazzfesztiválok, a régi jazzfesztiválok. Hát először is a jazzklub, ami működött a régi ifjúsági házban, 70-es évek végén. Én abba kerültem bele gimnazista koromba. Ott ismerkedtem meg egyáltalán a műfajja. És ugye ott rendszeresen voltak koncertek is, lemezhallgatás, stb. És hát abban az időben ez aztán Videoton Interjazz Fesztivál volt, vagy Alba Régia Interjazz Fesztivál. Néhány évente a Vörös Marti Színházba, amit emlékszem, hogy annak idején talán a televízió is közvetített, a Magyar Tévé. Ezeken vettem részt, akkor még fiatalon is, érdeklődve néztem olyan előadókat, akikről előtte életemben nem hallottam, és hát nagy hatással volt rám, úgyhogy végül is a jazz szeretete innen. Nagyon sokan még ma is fenntartásokkal kezelik ezt a műfajt, ezt a stílust, ugye ez nem titok, nem értik. Holott én azt gondolom, hogy olyan kvalifikált zenészek játszanak jazzt, hogy az valami csoda. Igen, ez tulajdonképpen így jól ismerve már az ember azt nem érti, hogy ezen mit nem lehet érteni. Nyilván ugyanolyan kvalifikált zenészek játszák, mint a komoly zenét. Én szerintem egyébként a jazz is komoly zene. Így van. Különösen az a része, mert nyilván a jazz ugyanúgy tagozódik a műfajon belül műfajokra, mint ahogy minden más. A popzene, a rockzene, de még a komoly zene is. A jazzben is megtalálhatók a legkomolyabb részek, legkomolyabb irányzatok, meg nyilván a könnyű is, tehát egy olyan jazz, amit egy étteremben játszottak régen háttérzenének, az is jazznek nevezhető, de azért az nem annyira komoly, nem igényel akkora figyelmet. Ugye mint minden olyan zene, amely különleges Amerikából indult nyilvánvaló, aztán számtalan ága van egyértelmű, hiszen ha belegondolunk most néha, mikor már azt mondjuk, hogy komoly zene, valóban így van, hiszen most beszélgettem Szabó Balázssal például, aki állítja zenetörténészként és nagyon is hozzáértő emberként, hogy a korabeli zenék közül, amit mi klasszikus zenének hívunk, igenis van olyan muzsika, ami már olyan, mint a jazz elődje lehetett volna. Igen, hogyne, így van. A barokk zenében rengeteg az improvizáció. Pont a Szabó Balázstól tudom én is, aki jó barátom, hogy ezekben a korabeli kottákban igaziból csak ilyen fővonalak voltak meghatározva, és a többit improvizálva játszották. Tehát tulajdonképpen az improvizáció az benne van a komoly zenébe is már az elejétől fogva. Igen, most volt a Dido és Ineas, egy Purcell barokk opera, először Fehérváron. Ezt ugye a Kozári Feri rendeztek, Nejfeli mi volt a kivezényelt, és azt vettük észre, és ők is úgy fogalmaztak, hogy valóban van egy keret, és azon felül improvizál
zenész és énekes. Hát az énekes kevésbé nyilvánvaló, mert ott a szöveg azért sokat jelent, de a mögöttes tartalom az mindig megjelenik. Apropó, a tartalom. Hogy lehet felfedezni, elmélyülni a jazz tartalmában, a tartalmi részében? Sok figyelemmel. Nyilván erőkifejtést igényel az embertől. Tehát a komoly jazz hallgatása az olyan, mint a komoly zene hallgatása. Figyelni kell, tanulmányozni. A jazzben nagyon fontosak az előadók. Tudni, hogy kicsoda, honnan, hová tart, mit játszott régen esetleg, mit játszik ma már. Ezek a zenészek általában egy ilyen fejlődési vonalat mutatnak az életükben. A klasszikus jazzzenészek is. Te ezeket a mai az utakat ugyanígy végigköveted egyébként? Tehát van olyan stílus, ami kifejezetten a kedvedre való, és akkor nem tágítasz, amellett, hogy nyilván meg kell, hogy ismerj más stílusokat is. Hogyne, természetesen. Nyilván nekem is van kedvencem. De többnyire az életkorral, meg hogy az ember önmaga fejlődik, együtt fejlődik ezzel. Tehát nyilván fiatal koromban a jazznek a könnyebbik része fogott meg, és akkor, ahogy idősödtem, tehát ez ugyanúgy, mint az irodalomról beszélnénk, vagy bármi másról. Virágos. Én nagyon jól emlékszem, mikor először került a kezembe Hanvas Béla valamelyik könyve, beleolvastam, és Jézus Mária, nem értettem ebből semmit. Aztán rá 10 év, mert egyszerűen megvilágosodott a dolog. A zenében szerintem pont ugyanígy van, hogy a nehezebb rész először nehezen jön át, de aztán valahogy megérik a dolog, az ember érik meg valószínűleg belülre, és akkor világossá válnak az összefüggések, így aztán elsőre nehéznek tűnő jazz zenébe is meglátja az ember azt, hogy tulajdonképpen ennek az alapja ugyanaz, ami egy régi zene, és tulajdonképpen egy egyszerű, amit aztán a zenész tovább gondol. Tehát ez egy jó értelemben vett zenei patrióta szemlélet. És mi jött először, magyar vagy a külföldi? Mert én azt gondolom, hogy itt ez azért fontos, hogy van-e magyar kötődése egy bizonyos művészeti ághoz valakinek? Hogyne. Ugye magyar vagy Fehérváron általános, vagyis abban az időben általános volt, hogy elég sok jazzzenész játszott itt, sőt fehérvári jazzzenész is lett híres, és őket láttuk először, meg ővelük beszélgethettünk közvetlenül a műfajról egyáltalán. Hát kezdve Márkus Józsival, ugye, aki itt a... Mindennek az alapja. A fehérvári jazznek, ennek a jazzklubnak utána a megteremtője. Őtől rengeteget lehetett tanulni, és akkor ugye a mellette fölnövő fiatal generáció zenészeitől is. Tehát jöttek a Mukferiek felfelé. Így van, a Mohai Tamásék. Mohaiék, így van. A Töttös Laci, Vörös Tamás, Bőgös. És akkor így az ember közvetlen kapcsolatban jobban is érti, ha zenésszel beszélget. Tehát nyilván a magyarokon keresztül, lemezekről meg természetesen hallgattuk a külföldieket, meg egyszer-egyszer a fesztiválon a nagyokat. Igen. De ehhez nyitottnak kell lenni nyilvánvaló. Nyilván kell hozzá egy nyitottság, igen. Mert hogy az új generációt már azért meg kell érteni, de ha valaki értő füllel hallja és értő gondolatokkal, akkor ez egy kicsit más. És mi a helyzet a külfölddel? Hiszen olyan sokszínű a jazz paletta mostanság, hogy melyik volt az a csapat, az a zenekar, aki először megragadott, úgy, hogy ma sem feleded. Igen, jó példa erre, 84-es volt azt hiszem az a Fehérvári Jazz Fesztivál, amin az Art Ensemble of Chicago játszott. Őket akkor is úgy nevezték, hogy a világ legjobb avantgárd jazz zenekara. Egyébként miután néhányan már meghaltak a zenekarból, akkor 5-en voltak, most már kevesebben vannak, de a zenekar szelleme még mindig él, és fiatalokat maguk mellé véve az élők még most is játszanak, és tavaly Budapesten is felléptek. Az ő koncertjük volt egy ilyen fantasztikus áttörés én nálam, de azt hiszem sokaknál, erre mindenki emlékszik, aki ott volt. Tömve volt a Vörös Marti Színház. Én a lépcsőn ültem, mert helyre már nem tudtam leülni. Többen jutottak be, mint ahány hely volt. Fantasztikus koncert volt. És hát az egy avantgárd jazz volt, ami a chicagói avantgárdnak egy ilyen
a korai avantgárdnak, ami a 60-as években indult, egy ilyen emblematikus zenekara, ez az Art Ensemble of Chicago. És hát azon keresztül nagyon jól lehet tovább lépni, mert ő bennük megvan a blues-tól kezdve, a korai 20-as, 30-as évekbeli jazz-től kezdve, egészen a free-ig minden. Egy koncerten belül minden megtalálható. Még énekelnek is, ha jól emlékszem. Igen, és az a jó, hogy van utánpótlás. Tehát én belenéztem tegnap a Facebook oldaladba, és kiderült, hogy bizony a jazz minden értelemben nemzetközi, hiszen mindig van valamiről beszélni való. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon komoly barátságok születnek a jazz kapcsán, és amelyek aztán el is kísérnek. Hogyne, meg hát a jazz összeköti az embereket valahogy jobban, pont ezért, mert réteg műfaj, és ugye, ahogy te is ezt szereted, én is ezt szeretem, ez valahogy így összehozza ezeket az embereket. És hát ezekkel a zenészekkel is, akiket aztán én meg tudok hívni most már ezekre a koncertekre, tulajdonképpen személyes jó kapcsolatom van már régóta, és hát ezen keresztül. És ennél azt hiszem, hogy ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy világsztárok érkeznek, amit mi el sem tudunk képzelni. És azért mondom ezt, mert ugye majd szó esik Ken Vandermarkról, hiszen ő is egy világsztár, egy csoda csapattal az élén, akik szombaton felléptek az Öreghegyi Közösségi Házban, és erre mondaná aki, hogy Uram Isten, hogy ezt miért nem tudtam. Mennyire népszerű egyébként, és utána majd visszatérünk Öreghegyre, a jazz Fehérváron. Most ne a régmúltat nézzük, hanem a jelent. Hát ma már más a helyzet. Valahogy azzal, hogy sokkal több program van. Sokkal jóból? Sokkal több koncert van. Ezt nem tudom tulajdonképpen, mert ennyi erővel fennmaradhatott volna ugyanolyan népszerű is, mint amilyen akkor volt, de valahogy megváltoztak az idők. Tehát én úgy látom, hogy szűkebb réteg érdeklődik, de ez nem csak Székesfehérváron, hanem országos szinten, sőt, talán világszinten is igaz. Értem. No, Öreghegy. Honnét jött a gondolat, hogy Öreghegy jó befogadó helye lehet egy, ha most már így nézzük, egy ennek a műfajnak? Hát ezt módosítanám, mert nem mindig az Öreghegyen van ez a koncert. Nem mindig az Öreghegy, de most az Öreghegyen. De most az Öreghegyen, igen. De tulajdonképpen a szabadművelődési házához kötődik, ugye igen. Az Öreghegy is oda tartozik, tehát igaziból a szabadművelődési ház teszi lehetővé, hogy ezeket a koncerteket ide hozzuk. Miután régen is ott voltak ezek ugye, ahogy mondtam, a jazz klub, ott mindig voltak koncertek, sőt, a 80-as évek vége felé akkor is volt az Öreghegyen is, volt egyszer egy olyan rotációba játszottak minden hétvégén máshol jazzzenekarok, hogy a Köfém klubban játszottak, utána a Öreghegyen egyet, a következő hétvégén, aztán a következő hétén az IFI házba egyet. Tehát volt egy ilyen időszak még a 80-as évek végén, mikor rendszeresen voltak ilyen koncertek. Jók ezek a helyek erre tulajdonképpen. De most visszatértek. És most itt van előttem egy sikersztori. Csak kivonatosan, hogy ki mindenki volt itt. Úgyhogy reagálj rá, hiszen ezek abszolút sztárok. Tehát itt volt ugye Mads Gustafsson. Őt azt hiszem, hogy nem kell bemutatni, de azért mégis kérlek. Mert ők aztán abszolút sztárok, igen. Igen, a Mads Gustafssonnak a The Thing nevű zenekara játszott itt, akik ő miattuk nevezték el a műfajt power jazznek, ami hasonlít ahhoz, ami a rock zenébe, ezek a rock trió felállás, akik nagy erővel, nagy intenzitással és hatalmas energiát átadva játszanak. Ugyanezzel az attitűddel játsszák ők a jazzt. Egy svéd, két norvég. Igen. Egy svéd, két norvég. Ugye Mads Gustafsson svéd, a két társa norvég. Olyan tizenvalahány évvel ezelőtt alakult a zenekar. Azt se felejtem el soha, amikor először hallottam őket, életemben még hasonlót nem hallottam. Tehát ilyen letaglózó energia jön belőlük. És hát rengeteg követőjük lett azóta aztán a világban, de ők
szerintem ezzel beírták magukat a jazz történetébe, az biztos. Mint ahogy te is beírtad magad, hiszen ha egy európai turnéba beleveszik Székesfehérvárt és azt a milliót, amit te teremtettél meg, a semmiből, ha úgy tetszik, hát illetve nem a semmiből, de legalább folytatod azt, ami elkezdődött, mert aztán nélküled, bár most már vannak utódok nyilvánvaló, de ez különleges, mert ez állandó. Nyilván, tehát ezek a fajta zenék Székesfehérváron jó ideje nem jelentek meg. Úgyhogy én ezt szerettem volna elérni, miután én nagyon sok ilyen fesztiválra az érdeklődésem miatt járkáltam ki erre-arra Európába, ahol egyébként ezeket az ismeretségeket szereztem, ami alapján aztán el tudom őket hívni. Úgy éreztem, hogy meg kéne próbálni ezeket Fehérváron is létrehozni ezeket a koncerteket, és hát ezek, én szerintem meg azért a visszajelzésekből azt látom, hogy elég nagy dolog, hogyha egy mondjuk egy ilyen zenekar, mint a The Thing, Berlin, Bécs, meg Róma, meg nem tudom miután Székesfehérváron játszik, az még számomra is meglepő máig, mikor ezeket így végignézem. Igen. Egy ilyen koncertúrán. Ha nem tudták, hol van Fehérvár. Beri Ácsul, oké, rendben. Tehát, Beri? Beri Ácsul, hát ő meg egy hatalmas nagy öreg, a 70-es években Csikóre a dobosa volt, évekig játszott vele, de mindenkivel, akit aztán azóta jazz szakkönyvek emlegetnek, mint nagy embert, itt játszott tavaly Fehérváron. Szabad művelődés házban. Igen, Made to Break. A Made to Break pedig a Ken Vandermarknak egy másik zenekara, nem az, aki most játszott szombaton. Ők voltak az elsők, vagy ő keresztül, vagyis hát a Vandermarkot ezzel a zenekarral tudtam először megcsípni és elhozni Fehérvárra, és annyira tetszett neki egyébként az akkori koncert millió, meg a hangulat, meg az, hogy dugig volt a terem, hogy ő maga írt aztán utána, hogyha tavasszal játszan ezzel a vadi új zenekarával, ami a Marker, eljöhetne Fehérvárra, mert nagyon szívesen eljönne. Mielőtt a Markerről beszélnénk, azért még Joe Fondáról essék szó. Joe Fonda pedig hát egy amerikai New Yorki bőgős, aki szintén 60-valány éves, szintén végigjátszotta a legnagyobbakkal az életét, és ővel is egyébként nagyon jó barátságba keveredtünk, és már nem először játszott Fehérváron, miután egy olyan zenekarba is játszik, amiben négyen vannak, és a négyből kettő magyar, kettő amerikai, Bágyi Balázsnak az egyik zenekara. Úgyhogy ő már járt Fehérváron előtte, de nagyon szívesen eljön bármikor, egy szenzációs bőgős. Azért, mert ugye megszoktuk mi, hogy az A38-ak oda kapcsol, akkor azért ott vannak, de a Ken Vandermark is volt ott. Igen. De azért neked jó, hogy most megint itt van, és akkor megérkeztünk hozzá, mert ő egy zseniális pali. Igen, ő a közép generációnak az egyik legnagyobb alakja. 54 éves most. És valamikor a 80-as évek végén robbant be a jazz életbe, és 35 évesen, 1999-ben elnyerte a MacArthur alapítványnak a Genius díját, ami elég nagy összeggel is jár, tehát annyira nagyra tartották már akkor Amerikában. Mi a különleges benne? Ugye ezt én viszonylag kívülállóként tapasztaltam meg azt a zsenialitást, ami belőle árad, de hozzáértőként mond. Hát a szaxofon játéka egészen egyedi, tehát én megismerem 100 közül, hogy ő játszik, hogyha hallok zenét például. Tehát teljesen egyedi módon játszik a szaxofon, egyedi szandja van, egyedi technikája van. Egyrészt ez. Másrészt meg abban emelkedik ki, hogy ő nagyon jó zeneszerző is, és nagyon, nagyon komolyan foglalkozik a zenével egyébként, és nem csak a zenével, filmmel, képzőművészettel is, egy ilyen nagyon érdekes pali. És hát
annyiféle szerteágazó zenekara van, és nagyon sokféle jazz is játszik, tehát nem csak egyféle, mindegyik zenekarnak tulajdonképpen más a stílusa. Legalább 20 zenekarától hallottam már koncertet. Egy-egy ilyen koncert az átsegít, nem csak a téged nyilvánvaló, hogy igen, de azt hiszem, hogy a zeneértőt is. A Mukkévával beszélgettem nemrégiben, amikor megválasztották egy ugye a szakmai zsűri a világ legjobb basszusgitárosának, mármint női basszusgitárosának, és azt mondja, hogy neki nem az az érdekes, hogy ezt a címet ő elnyerte, hiszen ilyen cím van nagyon sok, hanem az az érdekes, hogy milyennek a hozadéka. Az, hogy elismerik őt nem csak nőként, hanem zenészként is, és az, hogy ki mondta, hogy ki volt az a három ember, aki úgy vélekedett, hogy neki a világ élvonalában van a helye. Na most, tehát ugyanez vonatkozik a Ken Vandermarkra is. Tehát az, hogy őt jószerivel mindenki elismeri, az egyértelmű. Nyilván. Egész oldalas cikkek jelennek meg róla, vele, a Dambitben például, vagy egyéb szaksajtóban. Hát a Dambit a legfontosabb jazz szaklap. Hosszasan méltatják mindig, bármit csinál. Ez a legújabb zenekar egyébként, ez a Marker, és az első lemeze rögtön az év legjobb lemezei közé került a világban, ebben a műfajban. És az új lemeze, amikor megjelent, az kb. Két héttel ezelőtt volt, a szaksajtónak az első reakciója az volt, hogy újabb klasszikust alkotott. Ez volt az összefoglalása végén. Na, ez ki is derült. Minden koncert vége a következő koncert kezdet. Ez így van nálad is, ugye? Igen, nyilván. Tehát most is folyamatban van egy koncert, amit egyébként a Fehérvári Kortárs Művészeti Fesztiválra szeretnék hozni. Hát még nem dőlt el, hogy beveszik-e a programba, vagy nem. De hát újabb nagy ágyút készülök ide hozni, Hemid Rék dobost, aki szintén Magyarországon már járt azért itt-ott, de Székesfehérváron még nem, és hát nagy vágyam lenne, hogy őt ide hozzuk, és lássa a fehérvári közönség. Ehhez, hogy ezek a tervek megvalósuljanak, nagyon sok minden kell. Hogyan sikerül ezt finanszírozni? Hát úgy sikerül, hogy végül is a városi támogatással. Plusz a barátság, ugyebár, mert hogy tehát önmagában a városi támogatás nyilván nem lenne elég. Így van. Plusz az összes olyan barátom, aki szintén ennyire mániákus zenerajongó, besegít ebbe, sok mindenbe. A zenekar vacsoráztatásától kezdve a zenekar repülőtérre való viteléhez, hozatalához, stb. Tehát ezért mondom, néhány ember van, aki rendszeresen segít. Hát ezért mondom, hogy az ilyen értelemben ez egy remek misszió, és akkor én azt gondolom, hogy ennek lesz folytatása, kell is, hogy legyen folytatása, és hajrá! Mit szokás ilyenkor mondani, búcsúzóul? Hogy hajrá! Jöjjön a következő! Jöjjön a következő! Köszönöm, Gyuri, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, Kis Györggyel beszélgettünk, aki nagyon sokat tesz azért, hogy a világ jazz zenészeinek java, ha úgy tetszik, továbbra is megtudja, hogy hol van Székesfehérvár, ha még eddig nem tudta volna. Úgyhogy köszönöm figyelmüket, figyeljék a híreket, jazzrajongók és azok, akik még nem jazzrajongók, és tartsanak majd velünk. Köszönöm, minden jót, viszontlátásra!